Folyamatosan kimagasló érdeklődés kísérte a Munkácsi Székesfehérváron című kiállítást, amelyet a megnyitó óta több mint 27 ezeren láttak a Szent István Király Múzeum rendház épületében. Sőt, nemrég köszöntötték a 2005-ben indult vándorkiállítás 5 millió modik látogatóját is. A válogatott műalkotások között több mint 60 festményt, 8 grafikai munkát láthatnak a látogatók Munkácsi Mihály életművéből. Itt lévő Munkácsi kiállítás ugye a Pák gyűjtemény tulajdonképpen, ami Magyarország legnagyobb magánkézben lévő Munkácsi kollekciója. Ugye közel 80 kép, illetve alkotás található vagy látható itt ezen a kiállításon. Lassan már elérjük ugye a 30 ezredik látogatót is. Ezen a helyszínen ugye nemrég az 5 milliómodikat is túllépte ez a 47. állomása egyébként a kiállításnak, és nagyon jeles és ismert festményeket sikerült válogatni ebbe a gyűjteménybe, és nagyon nagy az érdeklődés iránta. A Fehérvár Média Centrum munkatársai is megtekintették a kiállítást, amely értékes tapasztalat volt számukra. Kollégáim kezdeményezték ezt a látogatást, hiszen számos olyan kiállítás volt már és van jelenleg is Székesfehérváron, ami nem csak a város lakóinak, hanem a sajtómunkatársainak figyelmét is fölkelti. Nagy örömmel fogadtam ezt a kezdeményezést, és a Szent István Király Múzeum vezetői nagy boldogságunkra elfogadták azt, hogy egy látogatásba a kollégákat elhozzuk ide, úgyhogy bízom bennem. Most még amikor beszélgetünk, a látogatás előtt vagyunk, de bízom benne, hogy mindenkinek tetszeni fog a kiállítás. Varga Zalán elmondta, különleges élmény volt, hogy egy ilyen neves kiállítást a kollégáival együtt nézhetett meg. Szerintem egy nagyon különleges tárlat érkezett ide Fehérvárra, mert én személy szerint nem vagyok az a tipikus múzeumba járó típus, de amikor egyszer-egyszer eljutok ilyen helyekre, amikor tényleg egy különleges művésznek különleges műveit állítják ki, és azt megtekinthetjük, akkor azt gondolom, hogy igenis ott a helyem, és itt Fehérváron is a Munkácsi kiállítás, ez egy ilyen, egy különleges tárlat érkezhetett ide, és az is különleges, hogy kollégákkal jöhettünk el ide, és kollégákkal tekinthettük meg, és ráadásul még tárlatvezetésünk is volt. Ferenci Nagy Levente kiemelte, fontos, hogy folyamatosan új ismeretekre tegyünk szert, így rendkívül hasznos volt számára, hogy megtekintette a Munkácsi kiállítást. Lassan már fél éve itt van a Munkácsi kiállítás Székesfehérváron, és bár kollégáimmal együtt már többször volt szerencsénk megnézni a képeket, de ilyen részletességgel még soha nem tudtuk elemezni őket, illetve tágítani tudásunkat, és ugye aki ebben a szakmában dolgozik, újságírás, szerkesztés és riporterkedés, annak ugye a lexikális tudásának mindig tágnak kell lennie, és mindig bővíteni kell azt. A Munkácsi Székesfehérváron válogatás Pák Imre gyűjteményéből című kiállítás február 18-áig látogatható Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumban.